Benned olyan kialakulta, hogy én kevesebb vagyok. Ki? Ki? Igen. Én mindig kevesebbnek éreztem magam. Kihez képest? Hú, ez egy... Ez egy... Ah. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Molnár Ferenc. Karamel Máté Péter Díjas énekes. A TV2 Megasztár című tehetségkutatójában tűnt fel, annak második szériáját nyerte meg. A török Szentmiklósi Roma telepről érkezve a Szállok a Dallal című dalát előadva gyakorlatilag rögtön meghódította az országot. Azóta például csak az arénát ötször töltötte meg. Nős, egy kis rány édesapja. Ő következik. Meg is van a húsz fogalom, amelyből karamel választhat, mert ugye mindig van 20 olyan kifejezés, reményeim szerint nagyon talányos, sejtelmes kifejezés, amely mindig az aktuális alany korábbi mondatára, epizódjára, eseményére, fontos szereplőjére utal, és ebből az alany választja ki azt a néhány fogalmat, ami mentén beszélgetünk majd az interjú során. Molnár Ferenc Karamel, a nézők és a hallgatók kedvéért elmondanám, mely húsz kifejezésből választhat, mindent felülíró, fényévtávolság, az örökkévalóságnak, wow. csak eszne. fáj az igazság, felkelés, miért? Különös éjszaka volt, dúlfúl, ki a király, szabad akarat, begyulladva, vissza a múltba, jótevő, bélyeg, a legtöbb mi adható. kimozdított, megindultan, tudom a helyem, Se Isten, sem embert. Hú, ezek egyébként nagyon, vannak benne, amik én nagyon komolynak hangoznak. Ne szóval, tévesszen meg. Van, igen, ami szóval nagyon ezek komoly, azért... és nem annyira, és van, ami mondjuk úgy, hogy, hogy lazának tűnik, és mögötte azért egy igen, drámai igen, történet ismer, húzódik ismerünk meg. Endre, igen. <laughs> Jó érzékkel, félelmetes érzékkel tapintasz rá ezekre a kifejezésekre is egyébként. Fiam, most úgy vagyok vele, hogy igazából szinte mindegy, hogy melyikre bökök, mert biztos, hogy valami, valami érdekesség sül ki belőle legyen a legyen a szabad akarat. Nem tudom, hogy valamiért ez így, így, szemet szúrt nekem. Én elég sokat foglalkozok magamban így a döntéseink fontosságával, meg a, hát a szabad akarattal, meg az igazság fogalmával, meg ilyesmivel. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok, hogy ez mit, mit akarhat. Azt mondtad egy korábbi interjúban, hogy téged rettenetesen zavart. Tak, a korlátok. Nem tudtál igazán alkalmazkodni a korlátokhoz. Tudsz is mondani nekem egy nagyon érzékletes példát, amikor valami miatt te kilógtál valahonnan, és ennek megittad a levét? Hú, ö, gondolkodom, de a, a, miközben feltetted a kérdés, nekem így rögtön beugrott a, az általános iskolai évek, vagy az, az azok ugrottak be elsőnek. Szóval volt benne szegregáció abban az intézményben, de most nem is akarok intézmény nevet mondani. Persze. Vagy, vagy ilyesmit, mert most nem ez a lényeg, mert szerintem ez egy jelenség, nem magyar szinten, hanem világszinten. De sajnos. mondjuk külön -e ettetek, vagy más? Nem, külön, külön épületbe tanultunk. Teljesen külön épületbe Igen. tanultunk. Szóval volt olyan, hogy... Ennyire direktbe. Ennyire direktbe, hogy például felsős roma gyerekek, alsósok, együtt tanultak egy másik épületben, úgyhogy a felsősökkel kellett volna tanulniok a főépületben, a többi gyerekkel együtt. Szó szóval volt, volt, ilyen is. És ebben a logikát annyira nem találtam, de ez nem oktatási, ez már nem oktatási ügy, vagyis az is valahol, de ennek azért vannak más vetületei, aspektusai, más kérdései. Ez engem zavart, ez a része például zavart gyerekkorban. Szóval is tetted? Mert te szólni? Ezt a részét nem. Tudod, miért? Mert hiába volt bennem egy rossz érzés, hát eleve egy cigánygyerek egy intézményben, ahol mondjuk szegregált oktatás van, nem tehet ilyet szóvá, mert nincs meg hozzá a szó szóval a gyereknek, hallgassa neve. Tudod? Mármint, hogy akkor ez egy másik rendszer ám szóval ez még a rendszerváltás. Környékén volt. Hozzáteszem romafiúként, egy cigánytelepről, nem is tudtam volna megfogalmazni, hogy mi ezzel a bajom, de, de mégis éreztem, hogy valami ez nem jó. Ez nem jó, hogy elszakadunk egymástól, hiszen hiszen van egyébként is egy kölcsönös félelem már gyerekkorban is. Egyébként oda vissza, ezt úgy megsúgom, hogy én is volt, hogy féltem a most értsék jól a nézők, a magyar gyerekektől. De hogy bántani szóval, fognak, vagy miért? Hogy kiközösítenek, bántani fogják, hogy szakatruhába vagyok, hogy, hogy tudod, nincs olyan felszerelésem, nyilván ennek voltak szegénységi, a szegénységből fakadó tünetei, meg voltak kulturális különbségek, és stb. Nem tudtam ezeket, én most se tudom jól megfogalmazni egyébként, csak keresem a szavakat. Nyilván gyerekkorban még ennyire se, csak volt az emberben egy rossz érzés, ami sajnos egy mag egyébként, és az a mag előbb-utóbb kihajt, és ö, hát nagyon nem mindegy, hogy kiben, hogy hogy hajt ki ez a mag, és milyen gyümölcsöt terem, ö, mert van, akiben nagyon szélsőséges gyümölcsöket is teremthet, vagy terem, ebből fakadóan szélsőséges gyümölcsök is teremtődhetnek a, a többségi társadalomban is, meg a, meg a roma közösségben is. Benned olyan kialakulta, -e, hogy én kevesebb vagyok. Igen. Én mindig kevesebbnek éreztem magam. Kihez képest? Hú, ez egy... Ez egy... Ah. Annyira durva vagy amúgy. Kihez képest? Mindenkihez képest, aki... aki... Hát most mondom, ami van. Ez nem csak a szegénységről szólt, hanem én kevesebbnek éreztem, meg rosszul éreztem magam, hogyha láttam egy ilyen boldog családot, tudod, ahol együtt vannak, és tisztelet van, és szeretet van, és emellé még természet, meg tudod, am amikor tanult, valakinek tanultak, voltak a szülei, és e felé próbálták őt terelgetni, és a szer ahol szeretetet éreztem arra nagyon, nem is az, hogy így voltam, hanem fájt. Neked fájt. nem volt otthon? az Nem úgy kell elképzelni, hogy ott úgy babusgattak volna, szerettek volna, odafigyeltek volna rád úgy, ahogy azt egy kisgyerek elvárja? Hát nem. Ahogy én elvártam, úgy nem. Ö, de ez a rész egyébként nagyon érdekes, mert nem hiszek abban, hogy az idő mindent megszépít, de bennem például a gyerekkoromat abszolút, ha nem is megszépítetted, azért felnőtt fejjel egészen más, hogy élem meg, hogyha egy visszatekintek így a múltamban még így nosztalgiázok a gyerekkoromon, ha lehet ezt így nosztalgiának nevezni, mert a nosztalgia egyébként szerintem egy pozitív kifejezés. Ö, amikor így visszagondolok, mondhatom azt, hogy ha nem is széppé fakult a gyerekkorom, de, de nagyon sok mindent máshogy látok. Szóval... Korábban haragudtál például anyukádra, vagy nem a Persze, putárra. persze. Haragudtam. Mi miatt? Hogy Valami álltad? miatt még mindig haragszom. Szóval vannak olyan dolgok, amiken, bár egyébként nem haragszom, most hogy így végig gondolom. Már nem haragszom semmi miatt. Miért haragudtál? Én csak egy dolog miatt tudtam haragudni, és ha haragudnék most, akkor az csak egy dolog lenne, a szeretet hiánya. Tudod, az összes többi körülmény, az csak körülmény, meg emberi szokások, vagy vagy rossz beidegződések, de amikor nem érzed azt a fajta szeretetet, ami, ami tudod, hogy, hogy hogy is mondjam, ami kell, vagy ami tudod, ami adható, vagy amit én érzek egy, nem a saját gyerekem iránt, hanem minden gyerek iránt. Ö, emiatt, emiatt. Tudtak volna-e másmilyenek lenni? Tudtak volna egyébként, csak ez, ez nagyon nehéz dolog szerintem mondjuk több generáció, öm, szóval több generációból hozott beidegződéseket, vagy szocializálódásból fakadó. Tényleg ilyen beidegződések ezek, reflexek. Nagyon nehéz szerintem ebből így ezen változtatni az embernek. Van, van, amikor egy életmunkája is kevés, egy apró beidegződés, vagy inkább reflexnek így a, a, a megváltoztatásához. Vannak a pozitív romantikus pillanatok, amikor szintén lehetne az ember más, mondjuk romantikusabb. Például nekem ez, mivel nem láttam a szüleim között, nagyon, hogy mondjam, láttam romantikát, közöttük néha, de tudod, az is nagyon ritka volt, egy, talán egy olyan emlékszem, amikor így megölelték egymást a szüleim előttem. Jól mondom? Megölelték egymást én előttem. Jön. És Egész én nem ez az Nem nagyon van. láttam ilyeneket, hanem olyan furcsa romantikája volt magának a kornak is egyébként, és a szüleimnek is volt egy ilyen, egy ilyen sajátos ö, rájuk jellemző romantikája. És ebből kifeje, kifolyólag te is nehezen fejezted ki később az érzelmeid? Nem tudom, hogy ebből kifolyólag el, de, de, de ha meg akarom fejteni, valószínűleg igen, sőt a mai napig nekem nehezem rásik. Szóval most nem akarok múlt időben beszélni erről, mert, mert valószínűleg nekem ez egy életen át tartó nem is tudom, minek nevezzem. Szóval meg, jobban meg kell tanulnom ezt, vagy, mindig azt érzem ilyenkor, hogy össze kell szednem a bátorságomat, hogy, 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 hmm. hogy kifejezzem az érzéseimet. Ezek apróságok? Apróságok, igen. Szavak, ö, ö, inkább a szavak. Inkább a szavakkal van így nehézségem így ö, így a civil életemben. Nekem ez nagyon félelmetes, vagy nem tudom megfogalmazni. Szóval... Ö, Már hogy megszólalni akkor, abban az érzelem érzelemittes pillanatban? Aha, igen, igen nekem nagyon, nem nem is tudom, mit érzek olyankor. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz így messze lerevetkőzni és kiadni magamat, nem is annyira megy egyébként, szóval. De gondolom régebben még rosszabbul, mert mondjuk. Régebben még életi. rosszabbul. Igen, abszolút. kisegítette ezen mondjuk a feleséged? A feleségem, igen. Tudod, miért próbálom meg? Mert mindig azt hiszem, hogy a feleségem meg, nagyon megérdemli, és ez, ez így nem csak az, hogy megérdemli, hanem nekem is jó érzés lenne ez a fajta sikerélmény, hogy elmondhatom, hogy mennyire szeretem annak, akit mennyire szeretek. Tudod, hogy. De így? tudja ő azt, nem? Hát nagyon remélem, hogy tudja. És mondj, egy kifejezés nagyon megütötte a fülem, amikor azt mondtad, hogy hát ilyen kevesebbnek éreztem magam. Hogy ez szerinted elmúlik az emberből? Akármekkora sztár, akármennyire ünneplik, a legbelső érzete, az változhat e tekintetben? Az nehéz kérdés amúgy. Nehéz kérdés, mert a gyerekkori élmények, a gyerekkori, ezek a gyerekkori dolgok azért nagyon meg tudják határozni az embert egy életre. Valószínűleg nyomtalanul nem tud elmúlni. Te érezted azóta, nem tudom, minek nevezem, a befutásod óta, hogy úgy fejet kaptál, hogy hát én azért ez, 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 ez nekem nem megy. Á, a 700-át neki. Én lehet, hogy kevesebb vagyok annál, mint ami ott, ott, ott történik. Tehát, hogy ilyen értelemben marad benned görcs. Ez jó kérdés és nehéz kérdés és mert lehet, hogy igen egyébként. Lehet, hogy igen, de. Azt hiszem, hogy nem. Ilyenfajta kisítőség nem marad bennem, de lehet, hogy igen egyébként valahol titkon. Nem tudom, nem tudom, erre nem tudok válaszolni. Én gyerekként csak attól éreztem rosszul magam, hogy kevesebbnek éreztem magam, és azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem, egyszerűen nem, lehetek egy közösségben azokkal, akik, akikkel kéne. Szóval, hogy együtt kéne lennünk, én ezt éreztem gyerekkoromban. Ilyen volt például, amikor neked nagyon tetszett egy lány az általános iskolában, egy szőkehajú, kékszemű, nagyon szép lány, és azt mondta neked a tanító bácsi vagy tanító néni, néni. hogy, ó, te kis roma gyerek, hát ne álmodozz te róla, hát ott nincs esélyed. Igen, akkor még nem volt egyébként ez a kifejezés, hogy roma így. Én mondtam, hogy te kis cigány, mit akarsz te kis cigány fiú? De így belé is csípett az arcomba, tudod, ilyen kedves volt ő egyébként, de hogy így ilyen felkészített az életre, tudod, hogy így belecsípett az arcom, és én tudom, hogy ő egyébként engem szeretett, meg így tetszettem neki. Kisgyerekként még ilyen kis cukik fiú voltam, és szóval ő nem akart rosszat, hanem így, így ez egy ilyen kedves figyelmeztetés volt szerintem, hogy ne nagyon, ne legyek szerelmes olyanba, aki, akiben nem kéne. Szóval a lány ő... utána hogy reagált? Hát emlékszem, hogy ő is így kicsit Valószínűleg neki is ez volt az első ilyen élménye, hogy így nem őt, hanem valakit a környezetében, hát engem így helyre raktak, hogy, hogy mik a játékszabályok ebben a, ebben a hogy most hogy is mondjam, saját szerelemben, van. tudod, uh -huh. hogy így. Mert ő is szegregál. oda volt, érted? Szerintem igen. Igen. igen voltak jelek erre. Na, hát, melyek kicsi, jelek. Voltak. Kicsik voltunk, hát tudod, ilyen, megfogta, addig megfogta a kezem meg írtunk egymásnak szerelmes levelet. Hány Tudod, évesek voltatok? 6-7-8? 8-9, valami ilyesmi. Hát az egy viák Szok szerelem így, volt. Igen. Egyébként tök romantikus is volt. Aztán így gyökerestő elmúlt. mint hogyha Emiatt? aha. Ja. Szerinted itt a lányba történt egy... Meg, fél, ő, akkor rádöbbent, hogy, hogy azért ebbe van félni valója neki is. Szóval nem csak az, hogy róla mit gondolnak, hanem mit gondolnak róla tudod, hogy így Persz akkor felébredtünk egy kicsit mindketten. Ez nem egy könnyű téma. Hát, ha egy könnyebbet választunk most másodiknak te választasz. Húha. Melyiket válaszom? Mindenféle van. Minden. Mindenféle van. Próbálok ilyen pozitívakra. Nem biztos, hogy a pozitív Tűnő az a pozitív. Jó, jó, jó. jó akkor jó, legyen ez az, az örökké valóságnak. Az örökké valóságnak az a szállokadallal, ugyanis ö, szerintem te azzal a dallal tulajdonképpen pestiesen szólva megcsináltad magad. Tehát azt te elénekelted, hozzád kötődött, azt valószínűleg 40-50 év múlva is énekelni fogják. Te hiszel az eleve elrendelésbe? Hallottam egy, vagy olvastam egy történetet, nevezetesen, hogy... Ö, nem volt talán működő mobiltelefonod, valakitől elkérted Igen. a nem tudom én a szimkártyát, azon érkezett hirtelenjében egy hívás, a megasztár egy asszisztense hívott, és azt mondta, hogy ha te ezt most nem vetted volna föl, téged valószínűleg még egyszer nem hívtak volna, mert mindenkinek egy esélyt adnak, annyi a Igen, ez így történt, olyan sok volt a jelentkező, hogy mindenkit csak egyszer. Próbáltak elérni, mert tényleg én több tízezren jelentkeztek. Hát akkor ez a csúcson volt. Ha az nincs, akkor. Ha, ha akkor nem kérem kölcsön a munkatársamtól a mobiltelefonját, mert akkor nem volt még telefonom se, csak egy szimkártya volt a zsebemben. Már nem tudom, miért nem volt telefonom egyébként, arra már nem emlékszem. De hogy valami miatt akkor éppen nem volt telefonom is. Nem is értettem, beraktam a SIM a telefonjába, beírtam a pin és rögtön megcsörönt a telefon. Abban a pillanatban. Az igen. Tudod, hogy így, az nagyon félelmetes. Az az. nagyon félelmetes Azaz. volt. Tudod, és úgy utána gondoltam végig, hogy ez most komoly, hogy így, Sőt, még akkor sem gondoltam ezt végig, hanem akkor megnyertem a műsort igazából, akkor esett le, hogyha ez akkor nem történik meg, akkor a castingra se megyek el. Jelentkeztél volna a következőre? Valószínűleg igen, valószínűleg jelentkeztem volna a következőre, de lehet, hogy az már nem az én időm lett volna. Igen, de ha Attól... presszerék azt mondják neked, hogy jó ez, de hát nem azért, még, még nem, nem, nem annyira jó ez. Akkor mi történt volna? Nagyon el tudja venni egy ilyen, egy sietel Hát kezületes. ez jó kérdés, hogy mi történt volna akkor. Nyilván a mai fejemmel tudom, hogy most mit csinálnék, vagy hogyan próbálnék hozzáállni, de hát akkor lehet, hogy összetörtem volna egy életre, egyébként. Szóval próbáltam abban bízni, tudod, hogy azt gondoltam, hogy van némi hallásom, vagy nem is tudom de én nem voltam magam volt, azt azért hozzáteszem. Én azért tökre tisztában voltam azzal, hogy miben kéne fejlődni, és hogy mondjam, végtelen volt a lista. Szóval nem úgy volt, hogy volt egy lista, és akkor volt egy ilyen, hát a a első fele, hogy miben kéne fejlődni, de a másik meg, hogy mibe vagyok jó, nem. Csak a felső sor volt, tudod, száz oldalon keresztül, és volt talán egy pici apró betűs rész valahol a legalján, ha megfordítod, tudod, hogy ami picibe volt odaírva, hogy nagyon apró kics tehetség. És a, az összes többi, meg amit a mai napig nem tudok, azt azzal tisztában voltam. De mi az, ami mondjuk akkor nagyon hiányzott? Hát akkor még minden. Tudod, akkor még szakmailag is, meg nyilván most is, de hogy akkor még, akkor kezdtem az utamat, konkrétan azt se tudtam, hogy hogy akarok elénekelni egy dalt. De kottát tudtál olvasni? A mai napig nem tudok. Mai, mai napig, nem tudok. Most ez ilyen na, büszkén hangzott, de hogy ez az igazság, hogy a mai nap. jó, ismerkedem vel, azt azért hozzáteszem, hogy De nem ismerkedem. akarod megtanulni? Módszeresen? szeresen? De, de, de hogy így egyébként nem nagyon van rá szükségem, ez most lehet, hogy furcsán hangzik, csak hogy, hogy most azoknak mondom, akik, akik még nagyon abban a világba élnek, tudod, hogy a zene az kottákról olvasható le, és oké, a klasszikus zene az a mai napig így működik, hogyha valaki leül egy darabot eljátszani, az előtt ott van a kotta. De nem hiszem, hogy így, a... nem akarom magamat hasonlítani, ne értsetek félre senkihez, de azért a bitulse, amikor fölállt, és akkor énekelték, ha nem tudom, a helpet helpet és így olvasták a kottát közben. Szóval a popzen egy kicsit más, tudod, nekünk nincs annyira szükségünk ö, a mindennapi munkánkhoz, például e a ahhoz, hogy na, az, valószínűleg ez sokaknak szomorúan hangzik egyébként, hogy kottát tudjunk olvasni, mert összejön egy zenekar, tudod, vagy amikor ilyen van men ilyen egyszemélyes ő, zeneírás van, ahogy én is működöm. Tudod, hogy megírom a dalot, dallamokat, a, megírom magát kompletten a dalt, szöveggel, hogy meghangszerelem. Ott ne, nincs szükség arra, hogy kottá tudjak. Hogy jegyzet föl? Hát följátszom, fölveszem, rögzítem, rögtön. Leülsz a zongorához, uh -huh. mondjuk? Igen. És akkor leülsz, lejátszod azt a dallamot, ami a fejedben van, és Igen. Föl rögzíted. Igen. Igen. Tehát nem ülsz oda és írod a f dur meg nem tudom miket. Nem, nincs arra időm, olyan gyorsan. meg mondom, nem is tudom. Jó, nyilván ilyen alapfogalmakat, hogy gyakordok nevei, nem mindegyiket tudom egyébként, de próbálok. Van egy jó zenekarom, akik így, akiktől így mindig kérdezem, figyelj már Norbi, itt milyen akordot fogok? És mindig, mindig mondja Norbi, hogy Hát igazából semmiet, mert ilyen akkord nincs, de ilyen van. Tudod, és akkor megmutatja, hogy hogyan van igazából az az akkord, és akkor... És akkor így, de... De megfordítom akkor viszont ez azt mutatja, hogy ez az őstehetségnek egy jele, mert gondolom, és nem titok, hogy dolgoztunk mi együtt egy koncerteden is, Igen. hogy ott tulajdonképpen neked annyira jó hallásod van, meg olyan muzikális vagy, hogy te rögtön eltalálod, gondolom, a hangnemet, a töménytelen mennyiségű, jó hangzatú zenéhez úgy tudsz idomulni olyan ösztönszerűen, hogy neked nincs szükséged arra, hogy te azt tudd, hogy tulajdonképpen mit ez? csak jól énekled. Nem? Ö... Hát most figyelj, most őszinte leszek hozzád, és remélem nem bántalak meg vele. Most pontosan úgy mondod, hogy egy le laikus. Há, mert az is vagyok. Tudod, abszolút. hogy. Helyesbítek, amiről te beszélsz, az az abszolút hallás. Amikor uh -huh. így valaki beletalál a. Igen. Nekem nincs abszolút hallásom. Néha produkálok olyan tüneteket, mintha lenne, de szerintem nincs abszolút hallásom. Az egyébként. abszolút hallás az, aki fül után. Pontosan, pontosan az, az, tudja az az abszolút hallás egyik. Ö, Ismérve, hogy most, ha lejátszanál egy dalból egy másodpercet, nekem abszolút halásom lenne, akkor megmondanám, hogy milyen a mi Aha, a hangnem. Értem. Vagy hogyha azt mondod, hogy énekeld már el, a, ha már szóba került a jesztődé, akkor kapásból abban a hangnemben kezdeném el énekelni, ami, ami az eredeti hangneme a dalnak. Vagy ha elmegy egy villamos, meg tudod mondani, hogy milyen hangon nyikorog a, a, a sín. És ezt te nem tudod? Ő, nem mindig, nem azért mindig. nem mindig közel járok, hogyha így magamat, de tudod, az abszolút halásban közel járni, tudod, ez olyan, mint a Lotto 5-ös, hogy hm, majdnem eltaláltam a Lotto 5 csak öt számot tévettem. Ritkán kerülök, inkább úgy mondom, ritkán kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy ö, érezném ennek a hiányát. Tudom, hogy most is sokan felhördülnek, de hogy mondjam, ez popzene. Szóval nem a requiemet játszuk el, ö, meg a nem tudom, tudod, a, a Vivaldi-tól a négy évszakot, hanem négy akordos, hat akordos, nyolc akordos darokat játszunk. Ezt én is tudok hibázni természetesen, sőt, biztos, hogy rengetegszer hibázok is, vagy vagyok hamiskás, de hát nem tudom, ezt a, talán a zenekaromtól kéne, vagy a közönségtől megkérdezni, hogy mennyire vagyok hamis, vagy éppen nem. Biztos, biztos vannak hamisabbak is, de biztos vannak olyanok, tudod, ki aki tudod, én nem hallottam még életemben, nem hogy hamisan, de hogy így, hogy így semennyire eltérni a, 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 Szóval vannak ilyen, de gondolom neki azért amennyire én meg tudom ítélni, szerintem neki viszont abszolút hallása van. Szóval van egy-két ilyen tehetség, aki, aki ilyen, tudod, ilyen kristálytisztán Ki ilyen, ilyen mi Magyarországon? El. Hát, mű, fie, sok műfaj van, és hogy mondjam, nem csak ebbe a fajta éneklésbe vannak. Szóval van, -e, amit én éneklek, én nem értek vele egyet, hogy én ilyen nagyhívű énekes lennék, mert sz szerintem nincsenek olyan adottságaim, hogy én ilyen nagyhívű énekesnek nevezzem magam, én ilyen bariton vagyok egyébként, szóval én még tenor se vagyok. Néha csinálok olyan dolgokat a hangomban, ami, ami tenorokra jellemző inkább, de én abszolút szerintem egy bariton vagyok. Öm, Hát most figyelj, most. Ő, most nem, nem is tudom. Nem, Isten őriz, hogy politizáljak. Ez ne. Tudod, az van, ha kimondom az ákos nevét, már rögtön minden oldalról jönnek, tudod, hogy az egyik elkezdi szapulni, a másik meg elkezdi. Kovács ilyen, ákos. Kovácsákos. Kovács szóval. Másik oldal pedig elkezdi, tudod, ilyen nagyon bevédeni. De például én ákos még nem hallottam hamisan énekelni. Szóval azért mondom, hogy műfaj műfaj, jog, minden műfajban megvannak ezek a, ezek a tehetségek, vagy ezek a csodabogarak, akik, akik, akiknek ez erősségük. Most így gondolkodom, hogy gigi se hallottam még hamison éneken, azért megint egy másik műfaj. Hát gondolom, presszer se énekel hamisan. Nem hallottam még hamisan Igen. énekelni. Hogy oké, okay, hogy de, de az figyelj, az haláltiszta mindig. Hát szóval, de hát mondjuk ott nem is ez a lényeg szerintem. Öm, hát például Demien Ferenc. Vagy de Charlie Charlie. Charlie. Úristen, soha nem hallottam még hamisan énekelni a Charlie-t. Na, mondjuk egy, egy félelmetes pali szerintem, még azt is mondhatnám, hogy szerintem egy kicsit alul értékelt Mármit, hogy már ha ilyet mondok, ebből is én jövök ki rosszul, de hogy azért a Charlie azért elég világszínvonalú ö, ember. Te például, ha ezekkel találkozol, és beszélünk Magyarországról, Demién, Charlie, Presser, tehát a nagy mogulok, te még mindig a fiatal rajongóvá válsz, vagy te már úgy mész oda hozzájuk, hogy teljes joggal persze, hogy mi kollégák de vagyunk. Dehogy is, dehogy oda sem merek menni. Nem? <laughs> nem, nem, nem. nem. Mármint, hogy persze, ha a helyzet úgy hozza, de hát nem is azt mondom, hogy be vagyok tolva, hanem olyan. Nem is tudom, bennük van minden, tudod, ami amit én mindig szerettem, az bennük van, nem bennem. Tudod, én már nem az a generáció vagyok, aki, aki, ennyi mindent ki tud magából hozni, mint amit ők kihoztak magukból abban a korban. Ők egyébként hogy nem csak bródékra gondolok, ezekre a nagyokra, erről a generációról. hogy állnak hozzád? Nagyon támogatólag, vagy éreztél korábban olyat, hogy azért ott van még a tojás a mondták ezt mondjuk 15 évvel ezelőtt, azért még, még bizonyít. Figyelj, szerintem se, hogy nem állnak hozzám, de hogy miért is állnának valahogy hozzám, hogy így... Hát te korosztál, vagy egyik emblematikus zenei előadója vagy. Ez azért ah, valamilyen fajta viszonyt meghatározhatna, vagy indokolhatna. Én nem tudom. Hogy vagy nem el... tudod, mit gondolnak rólad? Nem. Például, hogy nem <haz> tudom én a Demién szerint te... Nem tudom. Hát honnan tudnám? Tudod, hogy így nem szoktam megkérdezni, hogy... De hát nyilván nem is futunk össze. <haz> <haz> évente, vagy ilyesmi, ő, nyilván az ember ilyenkor nem magáról beszél, hanem próbálja azt elmondani, hogy mennyire tiszteli azt, amit ő csinál, vagy csinált, vagy mennyire inspirálja az ő munkája. Én egy szép zenét mostanában nem tudom mi van, hogy én tényleg igazán szerintem szép dalt hallok, vagy szép szöveget, és így gombolc, tudod? Vagy ha nézek egy olyan videót, ahol nagy valami, nagyon nagy te, valami, nem is azt, hogy nagyon nagy tehetséget látok, hanem mondjuk valami olyan koncertfejt, amikor érzem azt, tudod, hogy milyen szívből jön. Tudod, már most is nem tudom, miért terhes vagyok, vagy nem tudom, mi van velem. Már most érzem, hogy így, na, tudod, így kezd könyvbe lábadni a szemem. De most így eszembe jutott egy ilyen felvétel, tudom, amikor a tiszta tehetség így megcsillan, és a tiszta, őszinte, ezek az emberi, szóval vannak még ilyen énekesek egyébként, meg olyan előadók, akik így meg tudnak ríkatni szokták mondani. Fú, nem, nem szeretem ezt a szó. Engem azért láttatok már, vagy láttak a nézők tehetségkutatóba. Igen. Tudod, aki egy picit jobb volt, én attól én azt gondolom, hogy ájuldoztam. Jó, nem azt mondom, hogy világszínvonal, de én tényleg meg tudtam hatódni, engem tényleg el tudott varázsolni. Nekem nem a fülemre mondták, hogyha valaki tetszett, hogy na most kell azt mondani, hogy világszínvonal akarom, és most kell továbbvinni. Nem, én tényleg. Én tényleg tudok rajongani operatőrökért, írókért, zenészeként, tényleg, mint egy gyerek. És ha nem mondod valakinek, akkor abból azért le kell vonni azt a következőt. Amikor nincs ez a túláradó rajongás, tudod, mert én, hogyha valakit szeretek, és jónak tartok, akkor én tényleg szeretem elmondani, hogy, hogy figyelj, figyelj, Endre, az van, hogy, hogy nem nagyon van manálat komolyabb Riporter, vagy nem is Csak ripol. ezt akartam kipróbálni. Szóval erre ment mondod, ki egész, ne vicceljünk. Igen. Köszönöm. Tudod, én ezt szeretem megmondani, mert én olyan kevésszer kaptam ilyen pozitív visszajelzést, vagyis lehet, hogy ebből fakad, hogy én szeret... ebbe viszont nagyon ö, ezzel nincsenek problémáim, hogy dicsérjek valakit, így szakmailag vagy. Én nagyon tudok dicsérni és szeretni és rajongani. Főleg azért, aki tehetséges egyébként. Igen, maga a tehetség az ö, mindig egy kicsit Istent látom benne, tudod, a tehetségbe. Abban is, hogy amikor például van egy ilyen csávó, mint te, és ilyen jó érzékkel találj el, hogy mi az a kérdés, tudod, amit ami tovább kell vinni, és mi volt az az elejtett. Na mindegy, most csak dicsérni akartam. Köszönöm. De, ö, a de hogy ö, én ebben mindig Istent látom, tudod, és ö, mindig a földön túliságot, a különlegességet, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez minden emberben benne van valamilyen téren, vagy, vagy, valamivel kapcsolatban ez a ráézés, ez a tehetség, de, de mégis annyira, annyira csodálatos, amikor az emberben megjelennek olyan dolgok, ami nem emberi. Tudod, ami túlmutat rajtunk. No válasszunk egy másik. No válasszunk. Hmm. Egyet választhatok-e Azt akartam mondani, hogy... Mi lenne, ha... Kedves Endre, öndönt, öndönt. Teljesen spontán módon hogy válaszok én egyet. A mindent felülíróra gondoltam, első helyre is raktam, de ezt valahogy így elkerültük. Elmélyedve akkor... Korábbi... Na, szemesztem vele egyébként. Igen. Aha. Úgy hitelesebb lett volna. Te választod, de nem baj, én ezt fölvállalom, hogy most efelé vinnélek, hogy te nagyon korán és nagyon eltökélten szerettél volna a gyereket. A fiatal korod Tulajdonképpen az első párkapcsolataid idején neked ez egy nagyon fontos dolog volt. Nem ijedtek meg ettől a csajok? Hát most ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy bármelyik barátnőmmel együtt voltam, vagy csajommal, vagy nem tudom. Nyilván voltak futó kapcsolat, én és rögtön azzal traktáltam, hogy figyel. Nem is. Alod, a cí, a pap, ott a papucs, ott kéne fölvenni a cipőt, ott fed le, és a gyerek téma. ez nem így. Gondolom. Nem így. Sőt, szerintem ezt én nem is mondtam így ki senkinek. Ez csak egy belső érzés volt, hogy én nem traktáltam ezzel a csajokat, hogy, hogy kész vagy-e már rá, tudod, vagy ilyesmi. De miért volt ez ennyire erős belső igényben, mert fiatalon? Hát ez jó kérdés. Ez jó kérdés. Ez, ez igazából nem tudom, lehet, hogy az is közre közrejátszott, hogy nekem, a, nekem az, az öcsém autóból esetben halt meg, amikor én 14 éves lehettem, ő pedig akkor volt 7. És Mindenki kiszállt sértetlenül, szinte sértetlenül. Igen, az igen, igen, csak igen, nem. igen. Viszont én akkor még annyira nem fogtam föl ezt, ezt a dolgot, vagy akkor még nem fogtam fel annyira ezt a dolgot, viszont amikor elkezdtem így felnőtté válni, mondjuk felnőtté válni, tudod, 18-19 éves koromban jöttek az első napai ösztöneim, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval akkor megváltozik az ember, ott hormonálisan minden, hogy érzelmileg, mm. és akkor, akkor kezdtem el érezni valami egészen más, más érzést a gyerekek Hez. Tudod, hogy így. Hogy mondjam neked? Szóval, akkor éreztem azt, hogy. Ő, elkezdtem ilyen nagyon mély szeretetet érezni a gyászomban, a gyerekek iránt. Tudod, hogy így nem tudom más, hogy, hogy nehezen fogalmazom meg, de az első apai ösztönömmel jött az az érzés, hogy felfogtam, hogy. Ak akkor kezdtem el megélni az öcsém halálát magyarul. Nem tudom ezt máshogy mondani. Szóval 18-19 éves koromban, amikor jöttek az első napai ösztöneim, reflexeim, ö, úgy néztem egy gyerekre, hogy így tudod, megláttam benne az öcsémet, vagy nem is tudom, de egyébként minden gyerekben megláttam az öcsémet, és ö, meg akkor éltem meg, hát akkor megmondom őszintén össze is zuhantam egy pár évre elég keményen, ilyen síró voltak, meg ilyenek, Tényleg minden gyerekbe az öcsémet láttam, és ezáltal elkezdtem úgy szeretni a gyerekeket, tudod, ahogy előtte nem. Szóval így. Szoros, Egy szoros nagyon mély voltak? szeretetet kezdtem el érezni a gyerekek iránt, mert az öcsémet is láttam bennük, meg a gyászomat akkor tudtam. Az szóval, szóval akkor kezdett el nagyon fájni az öcsém halála magyarul. Nem tudom máshogy mondani. Akkor fogtam föl. Addig gyerekként nem fogtam föl annyira, tudod, hogy így teltek az évek. Ti Jó testvérek voltatok? Hát nem volt időnk arra, hogy jó testvérek legyünk. Öm, hogy, hogy nem volt időtök? Hát úgy, hogy ő 7 éves volt, amikor meghalt. Ezt, igen, de én addig, meg 14. De addig azért, hogy opá, atyáskodtál felette? A nagy bátyja kiújt hát, kicsit. Aha, amennyire, amennyire akkor ez az ösztönben nem volt egyáltalán. Nem akartam én senki fölött atyáskodni egyébként. Az öcsém fölött sem. Nem volt ez az ingerem, vagy ez az ösztönöm, hogy én nagyon atyáskodjak. Hát azért tudod, nem volt annyira könnyű gyerekkorunk, vagy nem volt annyira könnyű gyerekkorunk, az öcsémnek se egyébként. és ez ö... Csak egy mondat, ha jól sejtem, ez az ő házasságukra is rányomta a bélyegét. Tehát most a apukárdnak és az anyukát házasságára hát ez a, a, a tragédia. Igen, az öcsém halála után ők egy-két évvel, el, hogy mondjam, szét is mentek. Emiatt, el, el is gondolom. váltak Hát emiatt, főként emiatt, igen, nem tudták ezt feldolgozni. Ezt az egész helyzetet de szerintem nem is, nem lehet. is lehet. Szóval ezért, na ez Ezért nem hibáztatom őket. Szóval, ember legyen a talpán, aki ezt. Hogy mondjam, elképzelni is lehet ezt, hogy ez milyen érzés lehet. Úgyhogy. De mondom én, akkor még ezt nem is nagyon fogtam föl, majd így 18-19 éves koromban így belém hasított. Így az első apai ösztönökkel a gyász, tudod, meg így ez a. Nem is tudom megmagyarázhatatlan érzés volt. Tehát depresszióba zuhantam, vagy három évre. Az mivel járt? Hát mondom, ilyen síró, síró voltak. <coughs> nem, alud, nem aludtam évekig. Rémálmaim voltak. Ö... Te nem voltál ott a balesetnél? Hát úgy konkrétan a balesetnél nem. De percek múlva igen. Percek múlva igen? Hát egy ilyen negyed órán belül ott voltam, igen. Mert ez az a durva, hogy a, ez, ez elég közel történt az otthonunkhoz. Szóval ők jöttek haza az iskolából, autóval, és ez pár száz méterre történt a házunktól. Hát, Ja, úgyhogy már majdnem otthon voltak, és hát elég, elég, Én azt is mondtam, a túl korán odaértem. Láttál oda. is olyat, amit nem kellett volna? Hát, ja. Na mindegy, és és amikor így elkezdtem felnőni, akkor esett le igazán, hogy mi, mi is történt, és akkor, akkor kezdett el leginkább így nyomasztani, vagy így akkor éltem meg ezt a dolgot, leginkább így felnőtt koromban. És ebből fakadt az, hogy válaszoljak a kérdésedre, és hogy ebből fakadt az, hogy lehet, hogy ez valami pótselekvés utáni vágy, vagy, nem, vagy tényleg pótselekvés, hogy így elkezdtem arra vágyni, hogy, hogy gyerekem legyen, hm. tudod? Vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor ebbe így voltam évekig, de nem kerestem tudatosan, tudod így partnert erre, vagy ilyesmi, de azért ott motoszkált a fejembe az, hogy, hogy olyan barátnőm legyen, vagy mennyasszonyom, aki, akivel már ez úgymond lehetséges. Miközben de nagyon fiatal volt a feleséged, mikor meg is Pont ezt akartam mondani, hogy viszont az élet hozott ilyen csavarokat az életembe, hogy 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 egyszerűen bele vagy egyszerűen voltak olyan párkapcsolataim, hogy ez egyáltalán nem lehetett opció. De én egyébként vágytam volna rá, de hát nyilván nem nem egy 17 éves lányjal. Tudod, amikor a feleségemmel összejöttem, akkor ő volt. És ez tökéletes, érde, de érdekes, hogy ez most így szóba került, mert na mindegy. Pont tegnap láttam egy cikket magunkról, ahol azt írták, hogy a 39 éves Karamel összejött a 16 éves feleségével tudod, na mindegy, Ez elég és akkor ment alatt, igen, ment alatt a mocskolódás, tudod, Öm, na mindegy. Mert hogy most már ti tizenhány éve vagytok hát együtt? Tíz. Tíz, tizenegy éve. Tehát te voltál együtt. 28, Hát 27, ő meg 28, 17. ő meg 17. Akkor én megismertem a feleségemet, nem volt ráírva, hogy hány éves, tudod, hogy így, hanem láttam egy szép csaj, aki szimpatikus is volt, különleges volt, tehát rohadtul nem tudtam, hogy 17 éves, hát le voltam rökönyödve, a nevén egyébként, hogy Szilágyi Szilvia. Tudom, hogy micsoda? Szilágyi Szilvia? Nem hiszem, amúgy, Biztos kamu nevet mondtál, tudod. Tehát te, te kiszúrtad, és úgy mentél oda? Nem, ez úgy történt, hogy egy... Hát ezt megírták ebben az ominózus cikkben tegnap, hogy egy plázában találkoztunk, egy liftben. Beszálltam egy liftbe, és ő már akkor bent állt a liftben, Hát képzel egy egzotikus, a, szép a feleségem egy félvér lány, és apukája magyar, anyukája kambodzsai, vietnámi. Én láttam ott egy, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy egy, egy felnőtt nőt de egy, egy érett jó csajt, tudod? Szóval nem, nem úgy nézett ki, mint egy 17 éves, meg nem úgy nézett ki, mint egy szilágyi Szilvia. Tudod? És akkor mindegy utána rohantunk, így rám köszönt, vagy nem is tudom, tett valami megjegyzést, de ilyen tök laza volt, tudod, hogy így, jé má, nem azt mondta, hogy itt a karamell, jé már egy karamell, egy karamell, tudod, ezt mondta, soha nem felejtem el. És így, én nem akartam utána menni egyébként, vagy ilyesmi, tudod, az ember ilyenkor rögtön elkezd így gondolkodni, hogy, hogy nem tudom, csomó minden jár a fejébe, hogy néz meg, hogy rohansz egy csaj után, tudod. De te rohantál? És akkor álmodom, azt de viszont volt valami megérzés bennem, ám mondom, utána futok, tudod, és akkor és pont egy haverommal voltam, egy spanommal voltam, és egy után rohantunk. Én a sorsvintóra, én nem találtam meg Szilvit, ő a haverom megtalálta, és megkérdezte a nevét. Igazából ennyi, hogy ja, itt mondta, nem akarom, mert ott bolyong valahol a zöldségek között kerest, Téged igen. keres Igen, igazából nem akarunk megijeszteni, de csak így a nevedet, hogy hogy hívnak, hogy egyáltalán. És akkor mondta a haveromnak, hogy Szilágyi Szilvia. És akkor jött a haverom, ja, megtaláltam, izé. <laughs> De azt azért hozzáteszem, én is 20 éves voltam. Igen, tudod, persze. mi férfiak, 25-27 évesen még hülye gyerekek vagyunk, tudod, infantilis voltam én is. És mondja a haverom, hogy Szilágyi Szilvia. Hát mondom, ez biztos, hogy kamu nevet mondott. Szilágyi Szilvia. Tudod? <tos> <tos> Jó, oké. Okay. Tudod, és még gyanús is volt ez a Szilágyi Szilvia. Tudod, hogy ilyen, izé? a Peter Parker, tudod, hogy jön ilyen... <laughs> Szilágyi Szilvia. Hm. <laughs> Aztán rákeresem, tényleg ő volt az, ami hihetetlen volt, és a, én akkor szembesültem vele, hogy ő 17 éves. És ráírtál? Ráírtam? Ah, szerintem én írtam. Igen, én írtam rá. Ja, én nyomultam. Aztán... Amikor, hogy elmenjünk bulvárba, azt még elárulod nekünk, hogy mivel nyitottál? A legjobb ilyen egyébként, már meghagytam, akkor hang... Tudod, mi... Sos, <gül> 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 hát nem tudom, mit írtam neki, de hogy nem tudom, randira hívtam, tudod valami. Szia. De akkor nem volt itt semmi csicset, meg ilyen kis kerülgetjük a forrókását, hogy kicsit itt Te egyből? Ja, hát én nem, én, fie, én... Nem uh, volt neked én, erre időd. Nem, én ilyen voltam. Aha. Most már nem azt mondtam, hogy én ilyen vagyok, de nekem tudod, hogyha megtetszett egy csaj, ha most hogy mondjam neked, tudod én... Célirányosan mentél. Hát én nem, nem voltam ismerkevés. ez a szívbajos. Csávó soha. Tudod Ráírtál, hogy, hogy mikor találkozunk, ígyunk meg egy bombát. Nem így azért. Hogy szia, nem tudom, emlékszel-e, bla-bla-bla, és hogy nem tudom, hogy van-e kedved találkozni, vagy izé. Ha jól emlékszem, egy... egyébként ez gáz, de hogy így, szó, hogy mondjam, szerintem nagyon cikke, amikor egy előadó, egy sztár mondjuk elhívja a koncertjére a, a csajtot, hogy ezzel is mutatja, hogy mh, hát, hogy tudod, hogy ő milyen nagy ember, meg izé. Hogy jól emlékszem, koncertre hívtam, meg rögtön első alkalommal, hát szerettem volna így lenyűgözni. Lenyűgözni, ja, lenyűgözni. Aztán rájöttem, hogy a hangom kurvára nem érdekli, tudod, hogy így állt a koncerten, is, hm, tudod, hogy hallgatta, de nem volt az, hogy oda jött volna utána, Karam, de így énekel, Tudod, hogy ilyesmi, kérdeztem tőle, hogy tetszett, hát jó, figyelj, jó volt, nem volt rossz, ez már. Tudod, gyanús, mert Már nem... megfogott, tudod, hogy nem játszott el az, hogy hogy el van álljúva a hangomtól, tudod, meg ilyenek, meg nem volt elálljúva egyáltalán tőlem, tudod, hogy így, mint pasitól, Köszön, meg izé. Mert ha lehet, hogy azt az attitűdöt veszi fel, hogy itt a karodba omlik, és ja Istenem, itt akarom, el, már nem is lett volna olyan vonzó számodra. Hát azt nem mondanám, mert nem tudom, mi történt volna, de most az a helyes, hogy azt mondom, hogy hogy akkor is a feleségem lett volna. És ez a Bár jó nyilván vág. nem tudom, hogy mi történt igen. volna. Hozzá, de az az érzésem, hogy a feleségemnél nem ez volt a. Tudom, neki nem kell. Szóval, hogyha ő, hogyha. nem tudom, hogyha a világ legőrültebb embere lett volna, aki, nem tudom, bejön a koncertemre, és mondjuk egy ekkora konyhaksi kés van a táskájban, valószínűleg akkor is elvettem volna a feleségem. Igen. Nem, de hogy tudod. Szóval, hogy. Most a és kicsit erős volt, de hogy. De most érted, hogy az embernek vannak ilyen megérzéseim, amikor őt megláttam a liftben, én megmondom őszintén, belém hasított valami. Ez Zori, jó. valami, nem tudom mi. Nem tudom mi. Hogy ő az? Valami ilyesmi, de nyilván ezt nem tudtam megfogalmazni, hanem valami furcsa érzés volt, tudod, hogy így. Nem tudom. De soha nem felejtem el. És soha előtte ilyesmit, ilyen elementárisat nem. Nem tapasztaltál magadon? Nem. Mármint, hogy hát ez most furcsa lesz, de hogy bárkivel együtt voltam, mindig láttam a végét. És nálam nem. Nála Szilviné nála. Nála. nem. Na, Szilvivel nem. Mindig azt láttam, hogy soha nem tudnék nélkül élni. Tud, amikor legelőször randiztunk, ami már tudod, nem ilyen étterem, meg mozi, hanem otthon, tudod. Ezt úgy mondtad ezt az éttermet, hogy egy kötelező kör, ami át kell esteni. Hát ilyen vannak étre. ilyenek, persze, hogy persze. Tudod, megnézi a csaj, hogy tudsz-e késsel villával lenni, tudod, vagy te is csekkolod, hogy Igen. tudod, hogy egyáltalán tényleg nem egy sorozatgyilkosról van egy szó, vagy nem tudod, vagy vagy bármi. Ami otthon tör, amikor legelőször belépett az akkori lakásunkba, vagy lakásomba, nem tudom, olyan otthoni, otthonérzés érzés kapott. El. Uh, ez most olyan, mint a anyám mondta volna. Anyám szokta ezt mondani, hogy olyan érzés kapott el. Hú, de jó. Szóval olyan érzés fogott el, tudod, olyan érzés tört rám, kapott el, hogy így valahogy rögtön otthon éreztem magam abban a lakásban, ahol soha nem találtam a helyem. Azáltal, hogy ő ott Azáltal, ott hogy ő ott ült a kanapén, tudod. Szóval ez egy, jó, ez ez egy nagy, nagy találkozás volt. És így tök kurcsa volt az egész, nem volt tőle melájulva, én annál jobban tőle, tudod de mondom, nem volt ráírva a homlokára, hogy hány éves, én tudtam, hogy ez, na most, hogy mondjam, szóval nem kerülgetem a forrókását. Nekem a feleségem előtt volt egy barátnőm a híján, tudod, aki szintén nagyon fiatal volt. Igen. <tosz> És én éreztem azt, hogy, hogy hát, hogy kicsit a tűzzel játszom, hogyha tudod, hogy folyamatosan egy hogy 27-28 éves csávó, 17 éves, 18 éves Csajokkal van együtt, az biztos hogy ilyen fura, de. És én, a... hogy mondjam, nem is akartam ezt, tudod, mert igazából. Hát, hogy ta... nem is az, hogy tartottam, hanem így. Óvatos voltam. Próbáltam óvatos lenni. Szóval, nyilván, ha. Inkább azt mondom, hogy ha tudtam volna a feleségemről, amikor beszállt a ribbe, hogy 17 éves, akkor valószínűleg nem lennem a feleségem. Meg akkor, akkor hozzá se szóltam volna, vagy ilyesmi, tudod? De milyen szóval... jó, hogy nem tudtam. De tudom. milyen jó, hogy nem tudtam. Remélem, hogy utólag beigazolódott, hogy a szándékaim tisztességesek voltak. Tiszták és nemesek voltak. Abszolút. abszolút. Csak egyetlen egy dolgot mondjál végezetül, ugye van egy lányotok, őről lehetett olvasni pár évvel ezelőtt, hogy beteg volt. Nyugtass meg mindenkit, minden rendben van, nagy békébes boldogságú éltek. Hárman is túl vagytok ezen hát a Hát Istennek, igen, igen, Szofi, egészséges. Bár én megfogadtam, hát érdekes, hogy pont erre, nyilván, én, hogyha én ülnék ott, én is rákérdeztem volna erre, csak ebben az egészben nekem nagyon sok más aspektusa is volt. Ma már másodjára használom ezt a kifejezést, azt a mindenit. Szóval ő, újítanom kell a szókincsemet. Szóval ebben, az, ebben a dologban azért én nagyon sokat tapasztaltam, és Szofi jól van, iskolába jár, az egyik legjobb iskolába jár, ö, nagyon szereti, jó tanuló, de azért ő egy kiszámíthatatlan egy picit egyébként, ebben olyan, mint én, ö, kicsit öntörvényű ide nagyon ügyes és egészséges most már csak kontrollra kell járnunk, úgyhogy ez maradjon is így, örökre. Én nagyon parás szülő vagyok alapjáraton is egyébként, szóval mielőtt ez a dolog történt velünk, rólam azt kell tudni, hogy amikor Szofi először tanult járni, tudod, vagy ilyesmi, hogy így én minden lépténél tudod, így aggódva rohantam, hogy így, ha csak így, tédre rogyottam, akkor is kivert a víz, vagy fölállt egy ilyen kis, egy kis ilyen kis játék tudod, ilyen kis fellépőre fölállt, már akkor rohantam, hogy nehogy leessen. Azóta még jobban aggódsz a betegség volt? Nem képzeld el, hogy a betegségkor jöttem rá, hogy Szóval értettem azt, hogy én miért voltam ilyen parás. Nekem akkor leesett ez, hogy összeállt a kép, hogy miért volt az, hogy kimentek a a, a körforos folyosóra játszani, és vert a, az izzadság, meg a rendesen pánik voltak, ha csak olyan helyzet közelébe került, tudod, hogy, hogy veszélyes lehet rá. Akkor értettem meg, hogy valószínűleg ezek ilyen megérzések voltak, és azóta viszont, hát nyilván amikor benne voltunk ebbe, hogy kórház, meg tudod, kemó, meg minden, akkor, akkor nyilván nem tudtam ilyeneken gondolkodni, de hogy amióta úgymond túl vagyunk ezen, az én próbálok, próbálom ezeket a belső félelmeimet nem vetíteni rá. Tudod, és hagyni játszani, hagyni elesni, de közben meghalok belül, tudod, ez azért hozzátartozik, de tényleg, hogy a mai napig, hogyha Tényleg olyan helyzetben játszik, amiben bármi veszélyt látok, én rosszul vagyok. Tudod, vagy. Ilyenek, ebben olyan vagyok, hogy elmegyünk egy mondjuk egy ilyen disney szerű vidámparkba, és nem akarom, hogy fölüljön a dolgokra, mert van, ha kiesik. Tudod? Ezért én inkább felülök vele úgy, hogy tériszonyos vagyok, és, és tengeri beteg, és izé, és egy hétig. Oh, a leggyengébb ilyen játékra ültünk föl, most is voltunk Olaszországban egy ilyen élményizébe. A legpici babáknak való akármire voltam hajlandó felülni, és egy hétig rosszul vagyok, de inkább felülök vele, mert és próbálom nem mutatni ezt a parámat, tudod, hogy hogy hát azért ülök fel vele, hogy na mindegy, hogy így együtt zuhanjunk ki. Tudod, ilyen hülye gondolataim vannak. hogyha kizuhan, akkor én is ott legyek vele. Tudod, vagy. Én ebbe sajnos ilyen vagyok, hogy ilyen túlaggódós vagyok, de a betegség óta azért próbálom ezt magamba így lenyomni, hogy tényleg hagyni, hogy ő gyerek legyen és játszhasson, és tudod, ha bukfencezik egyet a, a normafán, miközben fut a kutya után, akkor bukfencezzen egyet, és akkor, és akkor tudod, hogy így ne reagáljam túl, vagy tényleg ne aggódjam túl, és hagyjam játszani, meg hagyjam, hagyjam élni. Hagyd élni, és éljetek ilyen jól és boldogan még nagyon sokáig. Nagyon szépen. Köszönöm, köszönöm. szépen.